Anfield Shop. Pólók, pulcsik, bögrék, genyók. Link a leírásban. Na hát szevasztok gyerekek, itt vagyunk a következő 1000 forintos videóba. Róka pakolgatja nekem ide a cuccokat. Na nézzük az első terméket, jaj. Mi a jó Isten ez? Halloween! És kapunk egy ilyet, ami a szivárvány minden színében valahol rikít. Zseniális egyébként, milyen fédek vannak itt, beszarsz. Ez egy nyakba akasztó, mutatom a technikát. Így néz ki, kihúzol. Megnyathatta ezt már valaki, biztos mi? És akkor ez így világít. Na? Full high-tech? Gyönyörű, ezt én odaadom neked a nyakadba, és akkor ezt nyugodtan vidd haza magadnak. Jó? Na, és akkor ajándék, jó? Ez ilyen... céges ajándék, na. Jöhet a következő. Ez izé, ezt tudom mi. Ó, basszus, mutatom. Ez a cucc. Ezek általában egyébként jók. Húha. Na most az a baj, hogy erről már le volt szedve a teteje. Kurvára belefolyt. Tehát, hogy jó, így nem látszik nagyon, de gyakorlatilag eláztatta a papírnak ezen részét. Ami jó, csak nem azért fizettünk. Meg ha jól tudom, erről le se lehet szedni csak úgy a izét. Egyébként ez megint ilyen tikris lókaki, ami egyébként jó. Tehát erre nem mondom azt, hogy rossz. Viszont az, hogy ilyen szintű, hát nem egy iPhone. Tehát az iPhone szépen becsomagolják, mint ezt belekúrták ebbe, még ezt se tekerték rá, azt vigyert köcsög. Ó, hogy az alja meg kilukad. A következő termék, az meg valószínűleg egy sityak. Ilyen fürdősityak, ezt is lehet kapni. Kereken 150 forintért lehet ilyet kapni, egyébként az jó árban van. Az ábra, amit mellékeltek, az szinte zseniális. És akkor rá is tették, hogy olyan dizájnosan legyen benne a csomagolásba. Érted? Ne szórakozz. És akkor ezt leszeded. Ezt fel tudod magadnak csappintani. Mondjuk ez egy kicsit azért rosszabb, mint a zacskó. Azt így vagy. Azt nem lesz ízés a hajad. Vizes. Ez ilyen izére van ám. Hogyha... hát mit tudom én, mikor szokta anyám használni, gondolom mindig. Amikor nem akar hajat mosni. Gyönyörű. Ebbe elmész strandulni. Azt izé. Azt lehet még rám is mozdulnának. Hát ezért... ne? Dulca. És akkor ugye ezt állíthatod, hogy mit legyen benne, mi ne. Ennyi. És főzni is lehet benne. Olajos, hogyha nem akarod, hogy olajos legyen a hajad. Olyan nőknek való. Benne főző, azt nem lesz olajos. Meg izé, most lesz gulyás főzés, vagy lecsó a városban. Elmegyek egy ilyenbe. Elviszem anyámat is ilyenbe. Azt izé. Azt nem leszünk büdösek. Mármint hajba. Jó ez. Hú, már bele is izzadt a fejem. Na, hát a következő se kínai. Jön ki a cucc. Na most ez gyakorlatilag egy ilyen tartóka lenne. Egy ilyen. Nem biztos, hogy látjátok. Ez egy ilyen tartó lenne. Gondolom ilyen ruhatartó. Hát sajnos ezt nem tudom lefordítani nektek. Viszont ugye ez itt cipzáros. Ez is semmi baj, azt hiszem van is ilyenünk itthon, majdnem ilyen. És akkor belepakolsz akár zoknit, bugyit, melltartót, mit tudom én. És hát ebben mosod ki. Ennek annyi a lényege szerintem, hogy nem szorul be a mosógépbe sehova, meg ilyesmi. Na most ezzel nem lenne probléma, hogyha az okos kínaiak nem gondolnak arra, hogyha nem így tervezik meg ezt a gyártmányt, hogy legyen rajta egy lik, egy nagy, meg egy pici. De azért ne becsüljük őket alá.
tudják, hogy ez a cipzár gyakorlatilag egy ilyen 3-4 mosás után használhatatlan, itt beleteszed. Ez a gyönyörű lik azért van itt. Aztán utána megfogod, valahogy becsomózod, szevasztok, megérkeztünk, többet ebből semmi nem esik ki. Na, hát igen, ezzel már voltak gondok, de most ez egy kis autó lenne. Ami egyébként aranyos, beszar 150 forint. Játék, az a ráír, hogy játék. Itt viszont egy kerékcserét alkalmaznék, mert úgy látszik, hogy az egyik kerék így elég érdekesen be volt szorulva. És menetes a kerék egyébként. Vagy nem menetes. Rászorítom, rácuppantom, ott van rajta. Tehát ez egy kis autó, ami egyébként még jó is lehet. Csak azt nem értem, miért kell ezt rátenni ide, mert hogyha te ezt elkezded leszedni, valószínűleg maradnak rajta kis cafatkák, amit az életben nem karmulsz le róla, tehát ez hülyeség szerintem. Üzenném a kínai boltoknak, hogy ne rakjanak rá ilyet, inkább tegyék bele egy kosárba, azt írják oda, hogy játék. Na meg hát, kínai barátaink, igazából tök normálisak voltak a boltba, ugyanis kaptunk egy kis ajándékot így vásárlást követően, csillagszórót. Mikor máskor? Szerintem ez maradt raktáron, vagy lejár a szavatossága, mondjuk ennek hogy? Mit tudom én. De ez ajándék. Arról nem beszél, hogy az alja meg a teteje sincs nagyon. Azért adta akkor így. Hát mert az alja az ki van lukadva, meg a teteje is. Meg gyakorlatilag így az egész szétoszlik kezembe. Úgyhogy karácsonykor már csillagszórókat nem kell vásárolni, az lesz itthon. És mekkora nagy májer vagyok, hogy ingyen. Na hát gyerekek, ennyi volt ez a videó. Hogyha tetszett, akkor nyomassatok rá egy lájkot. Aztán fel is iratkozhattok Unfield Shop Facebook oldal, minden itt van a leírásban. Pisztácia, és szevasztok!